Több mint 1000 diák kezdte el felsőfokú tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen. Az egyetemistáknak is hétfőn indult a fél év a felvételizők között. Az óvodapedagógus, valamint a gazdálkodás és menedzsment szakok voltak a legnépszerűbbek. Megtelt a Bessenyei aula az új egyetemistákkal a beiratkozáson. A hallgatók itt többek között a Neptun használatáról és a tárgyfelvételről tájékozódtak. Arra hívták fel a figyelmüket, hogy sok diák a rossz órarend összeállítása miatt csúszik fél éveket, ezért érdemes figyelni és helyes sorrendben felvenni a tantárgyakat. A Nyíregyházi Egyetem szeptembertől 4 felsőoktatási szakképzést és 16 alapképzést indított, az osztatlan tanárképzésen pedig 18 fajta szakpáron tanulnak a diákok. Tanárképzésre idén is sokan nyertek felvételt. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese Ferencziné dr. Ács Ildikó. Köszöntöm. Én azt hiszem, hogy talán egy fél óra is kevés lenne, hogy mindent alaposan átbeszéljünk azzal kapcsolatban, ami most zajlik itt az egyetem életében, de hát ez minden szeptemberben így van. Úgyhogy mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ugyanaz van, mint tavaly. De egyáltalán nem vagyok biztos benne, hiszen változnak a feltételek, változnak a körülmények. 2018. szeptemberre mit hozott itt a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők életében, illetve hát a már több éve itt tanulók számára. Reményeink szerint 1332 hallgatót fogunk üdvözölni most szeptemberben a Nyíregyházi Egyetemen. Azért pillantottam a papírba, mert nagyon friss. Még ma délelőtt zártuk le a legutolsó jelentkezési szakasz, a szakirányú továbbképzéseknek a jelentkezési adatait. Tehát összességében ismét egy jó tanévet tudunk elindítani hasonlóan. Picit alul marad a tavalyi évhez, de egy hasonló nagyságrendben. És amire talán büszkék vagyunk, vagy büszkék lehetünk, hogy a nappali tagozatos hallgatók száma az előző évéhez képest most nőtt. Tehát az érettségi utáni korosztály kicsit talán megerősödni látszik összetételében az egész létszámhoz képest. Illetve azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy megéri hozzánk jönni, mert lehet látni, hogy az államilag finanszírozott képzések, tehát az állami ösztöndíjas képzéseinket tekintve, hogy a 80%-a a hallgatóinknak ebben a finanszírozási formában tud tanulni. Az országos átlag az általános eljárásban az 75% körül volt, és a Nyíregyházi Egyetem az általános eljárásban már a 85%-ot hozta. Tehát ezek is olyan mutatók, amelyek azt mondom, hogy egyfajta eredményesség felé mutatnak, és jó úton haladunk. Azokat a szakokat is, amelyeket most indítottunk elmúlt évben, illetve az egy év folyamán megerősödni látszanak. Itt az óvodapedagógus szakot emelném ki, tavaly indítottuk sok év után először. Ahogy tavaly a legnépszerűbb szak volt, most is a legtöbb hallgatót oda tudtunk fölvenni. Tehát a régi új szakok is nagy sikerre szerepelnek, illetve hát ott vannak azok a klasszikus szakok is, a gazdálkodás és menedzsment, ami az idén is nagyon szépen szerepelt. A számokat mondok, amíg az idén az óvodapedagógusra 108 főt vettünk fel általános eljárásban, a két eljárást figyelve a gazdálkodási és menedzsmentben csak nem 100 hallgató fog bekerülni az intézményben. Ezek szép számok, azt gondolom. Hogyan oszlanak meg az új tanulók, ha a szakokat tekintjük? Szakokra lebontva hosszú a lista, több oldal, tehát itt a papíromba bele kellene nézni. Az alapképzések száma egy picit talán csökkent most. Az idén a felsőoktatási szakképzés nagyon jól indul. Főleg a pótfelvételések nagyon jól is jelentkeztek, és jó is az arányuk, tehát a legtöbbet arányaiban a pótfelvételén ott sikerült a jelentkezői körből beiskoláznunk. A tanárképzés most egy picit visszaesett a tavalyi évekhez képest, szükség lenne ugyanis a hallgatókra, nagyon tudjuk most ezekben az években, hogy az utánpótlás nevelés mennyire fontos, de ha a pedagógus képzés összességét nézzük, amiben ugye benne van a csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szak, az óvodapedagógus, a tanító alapszak és a tanári
képzésnek a különféle változatai, így összességében ez mintegy 43%-ot tesz ki a teljes felvett hallgatói létszáma belül. Tehát a pedagógus képzési terület nagyon jól szerepel. Az elmondottak alapján, hát a tanárképzésben még egy picit dolgozunk és erősítünk a jövőben. Mi hozhat olyan helyzetet, amikor egy új szakot akkreditál az intézmény? Gondolok itt az akkreditálás óta a legnépszerűbbnek számító óvodapedagógusi szakra. Az igények hívták életre, belső igények, külső igények? Mindkettő. Mindkettő. Tehát amikor elgondolkodunk egy-egy új szakon, mindig megnézzük, hogy a régió, a város, a megye mit igényel. Láttuk, hogy az új nemzeti törekvések a gyermeknevelés irányában merre hatottak. Nálunk ez a szak most hiányterület volt. Volt belső kapacitásunk is, tehát az igény, a kereslet és a bent lévő kapacitásaink ezt lehetővé tették, hogy újra az akkreditációt benyújtsuk, és sikerrel zárult. Tehát itt találkozott a kereslet és a lehetőség, hogy úgy mondjam. A többi szaknál inkább, hát itt is a belső kapacitások azért meghatároznak mindent. Kik vannak, milyen oktatók, milyen úgynevezett kreditterheléssel, ezeket a csúnya szavakat mi belül használjuk. Tehát mit tudunk akkreditációs szempontból nyújtani egy-egy szak megpályázásakor, illetve kidolgozásakor, mennyire tudjuk lefedni szakemberekkel, bent lévő oktatói állománnyal azt az indítandó szakot. Tehát ez azért alapvetően meghatározza a lehetőségeinket. Illetve nagyon sok területen az igények is meghatározzák, szlavisztika alapképzési szak. Nem biztos, hogy tőlünk jött volna az ötlet, amikor néhány éve mi kényszerültünk arra, hogy megszüntessük. Itt azért a fenntartóval való egyeztetések, és azért az ukrán önkormányzat, illetve a vezetés, minisztériummal való egyeztetések egész egyszerűen egy olyan társadalmi igényt támasztottak az egyetem felé, amit felvéve bizonyos embereket. Reagálni. Így van. Tehát behoztuk azokat a szakembereket, megcsináltuk azt a szakindítást, és nagyon szépen indul az első évünk. 3 fő lesz nappali tagozaton. Itt a pontszámokkal volt gond, nagyon nehéz teljesíteni azt a pontszámot. Sok hallgató határon túlról szeretne jönni, és ugye itt emelt szintű érettségét kell teljesíteniük. És itt voltak még problémák, hogy a meglévő hozott pontok és az emelt szint közötti különbségből adódó pontszámok hogyan adódnak össze, tehát itt kevés ponttal tudtak ezek a hallgatók becsatlakozni, de levelező képzésben 10 fővel egy nagyon szép csoportot fogunk indítani, szlavisztika alapképzésen is. Egy pótjelentkezés, egy pótfelvételi mennyire hangsúlyos egy intézmény életében, mint egy olyan szintű intézménynél, mint a Nyíregyházi Egyetem? Az idén nagyon erősen kijött, hogy bizony-bizony meg kell gondolni, nagyon javaslom az általános eljárásnál, hogy jól tervezzünk. Ugyanis póteljárásra azok jelentkezhetnek, akik nem jelentkeztek sehová, vagy nem vették föl egyik intézmény, egyik megjelölt szakára sem az adott hallgatót. Csak ekkor már elég nehéz dolga van, és sajnos mi is úgy most döbbentünk rá, hogy nagyon jók voltak a jelentkezési számaink. Jóval több jelentkezőnk volt az idén, mint tavaly. Azt reméltük, hogy éppen ezért ennek arányában sok hallgató be fog kerülni. 163 jelentkezőből 75-öt tudtunk felvenni. És kerestük az okát. Itt megint közrejátszott az is, hogy voltak, akik sajnos nem érték el a bekerüléshez szükséges minimum pontszámot, tehát nem jól számolták össze a pontjaikat, amikor jelentkeztek, mert azt kellett volna teljesíteni. Itt például a pedagógus képzésnél voltak ilyen problémák. Óvoda, pedagógus és tanítóképzésre gondolok. Viszont a másik ág, az talán sokkal fontosabb. Ha valaki általános eljárásban jól jelentkezik, és jól jelöli meg az adott egyetemeket, az általános eljárásban egy egyetem kapacitásának függvényében még egy alacsonyabb pontszámmal is bekerülhet állami ösztöndíjas képzésre, míg a póteljárásban már azt a pontszámot kell figyelembe vennie, amivel az általános eljárás lezárult. És itt volt most több szakon probléma, hogy az általános eljárásban az utolsó bekerült hallgatónak a pontszáma olyan magas volt, ha azt mondom, hogy 100-ból 97 mestertanári szakon. Mert az utolsó hallgató azt a pontszámot ért el, most
akármilyen pontszámmal, szép pontszámmal jelentkezett 80-85-tel 70-nel, az a hallgató mesterszakra, nem tudtuk fölvenni, mert a ponthatár már ott kezdődött, hogy 97. Ildikó, a beszélgetés végén én maradnék ennél a témánál, az utolsó kérdést teszem fel. Hogyan lehet erről részleteiben úgy szépen lassan tájékozódni önöknél, mert úgy gondolom, hogy a kedves nézők között, akiknél a családban olyan fiatalok vannak, akik a következő esztendőben lépnek a magyar felsőoktatásba, lehet, hogy érdemes ezt egy kicsit alaposabban körbejárni, meghallgatni, hogyan lehet önöket elérni? Ma terveztük meg éppen, illetve még az első lépéseknél tartunk, már a következő éves beiskolázási programunkat, időrendünket. Kérem, figyeljék a nyílt napjainkat. Fogunk egy olyan eseménysort indítani, aminek kapcsán nagyon várjuk azokat a hallgatókat, lendő hallgatókat, szülőket, több olyan rendezvényre, amelyen ezeket elmondjuk, kérdésekre válaszolunk. Hogyan javasoljuk esetleg, beszéltünk itt a gazdálkodási menedzsment szakról, hogy hogyan tudjuk segíteni az államilag finanszírozott képzések való bekerülését, milyen ötletekkel tudunk javaslatot tenni a szülőknek és hallgatóknak. Kérem, figyeljék ezeket. Októbertől elindulnak a leveleink, a megkeresések, a rádióban, a médiában, televízióban tudunk erről még beszélgetni, tehát várjuk be az egyetemre az érintetteket, illetve mi is indulunk az középiskolákba, tehát ha az iskolák felől megkeresés érkezik, akkor kimennek a kollégák is. Igyekszünk minden fontos dologról tájékoztatni a felvételizőket. Jó munkát kívánok önöknek, hiszen még ugye most indult a hét elején az újabb menet, és köszönöm szépen az információkat a kedves szülők és családok nevében is. Köszönjük szépen.